Második szivárványos nap Pécsett, augusztus 10-én a szabadkikötőben 11 és 15 óra között. Így hirdetik az eseményt a Facebookon a szervezők. Az Amnesty International Magyarország és a Diverse Youth Network jegyzi az immár második ilyen rendezvényt Pécsen. A Mi Hazánk mozgalom tiltakozik a szivárványos nap megrendezése ellen. A gyermekek érzékenyítése ellen tiltakozunk. Azért tiltakozunk, hogy a gyermekeket ne befolyásolják azt, hogy milyen legyen a nemi identitásuk, ne az legyen, hogy a gyermekeknek megmondják, nem sugalják, hogy ők megváltoztathassák a saját nemi identitásukat, amikor igazából két nemi identitás van, férfi és nő, ennyi. Az eseményen korhatártól függetlenül ingyenesen bárki részt vehet, írják a szervezők. A leírásból kiderül az is, hogy a szülők az LMBTQ plusz emberekért Facebook csoport önkéntes szülőkkel képviselteti magát az eseményen. Mint írják, nyitottan várják, hogy beszélgethessenek az ide látogató fiatalok és idősebbek aggályairól és jó tapasztalatairól. A Mi Hazánk pécsi elnöke azt mondja, sokan támogatják a tiltakozásukat. Támogatóak a visszajelzések, az emberek egyetértenek vele, sokan nem mernek eljönni egy ilyen tiltakozásra, mert esetleg munkahelyükön vagy bárhol rossz megítélés, esetleg a munkahelyüket féltik, de a visszajelzések, amikor négyszemközt beszélünk emberekkel, nagyon jók és támogatóak. A tiltakozás nem merül ki a szavakban, jelen lesznek a tiltakozók a szivárványos napnak helyszínt adó egység közelében is, mondja Varga Tamás. Fizikailag ott leszünk holnap, 11 és 15 óra között lesz ez a gyermekek érzékenyítése, mi addig végig ott leszünk, mi a térfoglalást is úgy kértük, 10:30-tól már ott leszünk a vele szemben, pár aktivistával és monilóval. A gyermekek érintettsége miatt már tavaly is többen tiltakoztak a rendezvény ellen. Akkor még az is felmerült, hogy a gyermekvédelmi törvényt sérti a szivárványos nap, azzal, hogy a kiskorúakat is beengedik az LMBTQ-t népszerűsítő eseményre.